Kiváló taktikus versenyzés volt itt az 1000 méter, látszott az, hogy gyakorlatilag ezt megbeszéltétek előre, ki hogy segíti a másikat, milyen volt ez a verseny, amelyhez szívből gratulálunk az aranyéremhez. Köszönöm szépen, igazából az 1000 méterek azok nagyon jól szoktak menni Ádóval, és tényleg össze tudunk egy kicsit segíteni egymásnak, és meg volt beszélve egy taktika, előreálltam, húztam a tempót, Ádó védte a pályát, és így nagyon-nagyon könnyen döntőbe tudtunk kerülni, és döntőben sem volt másképpen, nagyon jó erőben éreztem magamat, és így le tudtuk dominálni az egész utamot. Mielőtt felmentünk a jégre, nem volt ugye különös taktika megbeszélve. Mondtam Sajnának, hogy egy kicsit fáradtnak érzem magamat, hisz ugye két hét kimaradt az én edzésmunkámból, ugye a hátfájásom miatt, és a tegnap este egy kicsit nehézre sikerült, mert nem aludtam olyan jól. Úgyhogy reggel egy kicsit fájt a fejem, és éreztem, hogy nem vagyok olyan jó formában, úgyhogy próbáltam minden futamban segíteni és támogatni őt. Mennyire bánt téged ez a kizárás, illetve mennyire volt jogos? Én nem tartom egyáltalán jogosnak, és mindenki fel volt háborodva, nézzék is, de ezzel fel voltak háborodva. Hogyha nem mi lettünk volna abban a helyzetben, akkor is úgy gondolom, hogy ez nem lett volna jogos ez a kizárás, nem azért, mert mi voltunk ebben a szituációban. Mi már rég befejeztük az előzést, és igazából mi voltunk elől, és mi váltottunk úgy, hogy összeütköztünk az oroszokkal, és a bíró így döntött, hogy minket zár ki, amit nem nagyon értek, hiszen mi voltunk elől, tehát hogy nekünk minket akadályoztak abban, hogy rendesen tudjunk váltani, amit nem nagyon értek, de meg is mondtam a bírónak, és hát reméljük, hogy jót fog aludni ma este. Mennyire kárpótolt téged az összetett a váltós kizárás miatt? Nyilván egy kicsit mindig bosszantó, hogyha valakit kizárnak, és főleg az első helyről. És különösen sajnálom, hisz tényleg a csapat is mindent megtett érte, és sajnálom, hogy így csapattal nem tudtunk felállni, hisz tényleg szerintem az a legizgalmasabb futam is, és az a legnemesebb, mikor a csapat tud felállni a dobogó csúcsára. Nyilván az egyéni eredmények ugye így kárpótolni is tudnak, de tényleg kicsit sajnálom. Ki vezeti a házi kőpapíróló versenyt? Egyelőre Ádon nagyon jól áll, nagyon taktikusan tud kőpapírólózni, úgyhogy valamit ki kell találnom. Mielőtt felmentünk a 3000-re, ott poénból eltoltunk egy kőpapírólót, hát ugye azt megnyertem. Egyébként mielőtt felmentünk a 3000 méterre, én nem tudtam, hogy meg fogom nyerni. Én végig úgy voltam vele, hogy sehogy nem fogja megnyerni, és megkérdeztem most akkor ki nyert, és akkor mondta, hogy én nyertem. Majdnem öt összejött az érem, ha nem nézik a kizárást, teljesen jól mentetek végig, nagy csatát vívtatok ott a harmadik helyért. Ha nincs ez a rontás, akkor végül is megvan. Tudtuk volna tartani a tempót, ugye a holland csapat volt, amelyik kiugróan erősnek számít, Szeregálbi szerintem. A másik két csapattal szerintem fel tudtuk volna venni a versenyt, és bármi történhetett volna még. Nekem egy kicsit talán ez jobban fáj, mint a többieknek, ugyanis a tavalyi szezonban nekem kimaradt az EB a sérülésem miatt, és akkor éremmel zárták a lányok. Hát ez nekem is hiányzott, és szerettem volna ott lenni, és reméltem, hogy ebben az évben, mivel itt tudok lenni, ennek a csapatnak is össze fog jönni egy érem. Ez sajnos nem is sikerült. Úgyhogy ez most még eléggé fáj, legalábbis számomra, de biztos túl tudom tenni magam rajta, nem sokára.